Kelemen Hunor és Szijjártó Péter az RMDS kolozsvári székházában áttekintette az erdélyi magyarságot érintő aktuális kérdéseket, és azt, hogy hogyan látja a román-magyar kétoldalú viszonyt a szövetség. Kelemen Hunor telefonon nyilatkozott az Erdély TV-nek a találkozó után. Ahogy szoktuk, minden egyes alkalommal áttekintettük az aktuális kérdéseket, egyrészt a román-magyar két oldalon viszont hogyan látjuk mi az RMDS, másrészt pedig a magyar közösség legfontosabb törekvéseit, gondjait. Ezek jelentős része az oktatáshoz kötődik, ahhoz kötődik, hogy hogyan tudjuk az identitásunkat, biztosító intézményeket megerősíteni, és újra indítani ott, ahol bezárták, ugye legutóbb a katolikus iskola Marosvásárhelyen egy sikeres együttműködésnek az újraindítása volt ilyen értelemben, illetve más olyan kérdésekről, a MOGYE, más kérdésekről beszélgettünk, áttekintettük, hogy hogyan látjuk ezeket az ügyeket a román-magyar viszonyokat, pedig azt gondoljuk, hogy a legjobb az, hogyha van állandó párbeszéd, stratégiai partnerséget meg kell erősíteni, kell törekedni arra, hogy a bizalmatlan helyzeteket feloldjuk és a bizalmat erősítsük.